A Sofienne Motorsport és a Nevetnikék Alapítvány közös jótékonysági projektjének köszönhetően szépülhettek meg a Szigetvári Kórház gyermekosztályának falai. A Sofienne Motorsport csapat a Pécsi Tudományegyetem hallgatóiból áll, akik már egy ideje együtt dolgoznak, de úgy gondolták, hogy egy csapatépítő tréning után még hatékonyabban tudnának együtt dolgozni. Szerettünk volna egy olyan csapatépítő tréninget szervezni, ami kilép a keretekből, és meg tudjuk mutatni, hogy a mérnökök, a gépészmérnök hallgatóknak nem csak az esze, hanem a szíve és a helyén van. Valamit kellett szervezni, és arra gondoltam, és a csapat nagyon-nagyon támogatott ebben, hogy valami rendhagyó eseményt kéne tartani. Felvettem a kapcsolatot a Nevetnikik Alapítvány koordinátorával, Kőmés Glóriával, és így hoztuk tető alá ezt a formációt. A csapattagok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Én festek, ahogy a srácok is. Néhányan festéket keverünk, néhányan festjük a falat, illetve foglalkozunk ugye a, a különböző festmények koordinálásával, hiszen mindenki mást, mindenki máshogy fest, ezt szeretnénk összefogni. Gyerekosztályról lévén szó, elsősorban állatfigurákat, különböző vidámságot keltő, a természetközeli motivumokat, formákat és színeket igyekszünk választani. Személyes kedvencem a Rókus, mely a csapatunk logója is, és a gyermekkorház az is, valamint a, a kórteremben is felfestettük. A Pécsi Tudomány Egyetem volt hallgatóit is megmozgatta ez az összefogás. Én voltam, aki így rákerestem a témára, hogy mit lehetne festeni ezen a, a, a falfelületen, és én néztem utána annak, hogy milyen figurákat tudnánk felvázolni a, a falon. Az együttműködés természetesen folytatódik, hiszen van még üres falfelület a gyermekosztályon. Várhatóan 7-8 alkalommal még biztosan ecsetet ragadnak a fiatalok a kórház apró betegeinek nagy örömére.